Csak nem két évvel ezelőtt adták át Nyíregyházán a Kálói út és a Tünde utca találkozásánál az új négyágú körforgalmat. Az átépítés során a kerékpárosok biztonságos átvezetését is meg kellett oldani. Ezt a feladatot a terület és településfejlesztési operatív program 621 millió forintos támogatásából valósították meg. Ebből a forrásból a város további 15 utcájában tették kényelmesebbé és biztonságosabbá a közlekedést a két keréken haladók számára. Mindeközben fejlesztés alatt volt a Bringa App nevű applikáció is, amelyet most a projekt záró rendezvényén mutattak be. Az ingyenesen elérhető programot a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Üzemelteti a jövőben. Fő funkciója pedig az, hogy segítse megtervezni a különböző biciklis túraútvonalakat Nyíregyházán és a vármegye több térségében. Ez azt jelenti, hogy egy-egy túraútvonalra rákattintva megjelennek azok a látványosságok, attrakciók, érdekességek, amelyek a túraútvonalat érintik, képi és rövid szöveges formában is, illetve ez az app mutatja a megtett kilométert, a sebességet, tehát olyan gyakorlati funkciók is kapcsolódnak hozzá, amelyek a kerékpárosok számára fontosak lehetnek. Gondoltunk egyéb olyan fontos szolgáltatásokra is, amelyek még a kerékpárosok kényelmét és igényét kiszolgálják. Ez azt jelenti, hogy fellelhetők, megtalálhatók itt az abban a környékbeli nyilvános illemhelyek, vagy azok a kerékpártároló, kerékpárszervizek, amelyek hasznosak lehetnek a túrázás során. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere arról beszélt, a vármegye székhely több mint 80 kilométer hosszúságú kerékpárút hálózattal rendelkezik. Mint mondta, ez a hálózat számos történelmi épületet, kulturális örökséget vagy kedvelt turisztikai helyszínt érint. Az applikáció így sokat segíthet ezek népszerűsítésében. Most már tesztelésen is túl vagyunk, elérhető mindenki számára, és ez is én egy nagyon hasznos dolognak tartom, és ötletesnek is, mert a város marketing, város bemutatása szempontjából, illetve a turizmus, a turisztikai attrakciók bekapcsolása miatt is, ez egy nagyon hasznos, egyéb információkkal, aki felmegy, majd látja, és hát törekedtünk arra is, hogy a kerékpáros kultúra erősítését segítsük, illetve a közlekedés biztonságot. A projekt záró eseményen elhangzott az új applikáció Nyíregyháza mellett a bokortanyák világát, a rétközi tájakat vagy a középkori templomok útját is tartalmazza. A Bringa app ingyenesen elérhető a Google Play áruházban, rövidesen pedig az Apple App Store-ban is megjelenik.